Sziasztok, szép napot kívánok! Én Petyi János vagyok, és ez a Mit főzzek ma magunknak? Hát ma sajtos nokedlit fogok készíteni, úgyhogy, és sült hagymát fogok a tetejére tenni. Egy adagot fogok most csak csinálni, van egy egész vörös hagymám, ebből karikázok fel. Nem sokat, és ez szép. Szétszedem karikáira. És meglisztezem. Összeforgatom egy kicsit a liszttel. Itt vannak a kis hagymakarikáink, amit meg fogok sütni. Reszelt sajt, hát ez egy pár deka, egy adagnyi sajtos nokedlihoz. Itt van az olajom, ezt már egy picit előmelegítettem. Most visszarakom a tűzhelyre, fölrakom a serpenyőt, ebbe fogom megsütni a nokedlit. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van maradék nokedlim is van, úgyhogy azt már nem kell főzni. Simán a serpenyőbe belerakok egy adagnyit. Többi még visszamegy a hűtőbe. Öntök rá egy picit tejet. És rászorom a sajtot. Fölveszem nagy lángra. Ezt itt szépen elindítottam most. Hát ez most csak így néz ki. Összekevertem, ez majd elkezd szépen megolvadni a sajt, és előbb-utóbb elkezd majd pirulni. Ott van hátul az olajunk. Megnézzük, hogy... Hát annak még egy kicsit kell melegednie. És akkor itt a nokedliban még annyi dolgom van, hogy egy pici kis sót teszek rá. Közben az olaj is eléggé átforrósodott, úgyhogy beledobom a hagymát. Keverek egy kicsit a nokedlin. Lehet, hogy egy picivel tehettem volna több lisztet rá, de remélem, hogy így is szépen meg fog sülni. Szóval itt látszik, itt most már szinte majdnem, hogy megolvadta sajt, a nokedlin, és ahogy párologja el majd a levét, ami a tejtől képződött, akkor egyszer csak elkezd pirulni. Itt vannak a kis hagymakarikák. Én sokáig nem ismertem ezt a sajtos nokedlit egyébként, német nevén kézespetzle, hanem amikor kint dolgoztam én
Bécsben, ott volt az étlapon ez az étel, és ott tanultam. Nagy esélye lehet, hogy már a fakanára nem lesz szükségem. Hát most ez nem fog olyan nagyon túl sokáig tartani, ez a kis sütögetés, főzicskélés. Ez egyébként eléggé tartalmas, tehát hogy előtte egy valamilyen jó kis leves, és vagy akár reggelinek meg el lehet készíteni ezt a sajtos nokedlit, de eléggé laktató. És mint azt láthatjuk, elég jól rá tud ragadni a farmeradra is, hogyha kimenekül a serpenyőből egy darab belőle. És ha szerencsénk van, akkor még melegen le tudjuk szedni a sajtot a nadrágunkról. Látszik már, hogy kezd megbarnulni, megpirulni a sajt. Itt az oldaláról lemenekítem, ami már rápirult a serpenyőre. Nagyon finom tud lenni egyébként ez a jó kis odasült sajt. Ott pirul a hagyma is. Még egy picit várok vele. És akkor ez még sül, addig gyorsan csinálunk egy kis desszertet, mert hogy van nekem palacsintám. Az előző adásból a palacsinta sütést vissza lehet nézni, úgyhogy megkenem egy kis barack lekvárral. De természetesen bármilyen töltelék passzol. Közben kiszedem a hagymát, megfordítottam a nokedlit. Palacsintát feltekerem gyorsan. Egy, és akkor csinálok még egyet, mert hogy párosával szép az élet. Elkenem rajta. Ezt is föltekerem. Közben a nokedli alatt elzártam a tűzhelyet.
mert befejezem akkor a desszertet, ha már elkezdtem. Megszórom egy kis porcukorral. És jöhet a fő ételünk. Szépen rátesszük a kis hagymakarikáinkat. Ha van esetleg egy kis snidlingetek otthon, azzal is meg lehet szórni, vagy új hagymának a zöldjét vágni. Hát így néz ki ez a mi kis sajtos nokedlink. Látszik, hogy a sajt szépen megpirult rajta. Hát és a kis lekváros palacsinta. Ha van kedvetek, akkor sütögessetek ti is, jó étvágyat hozzá. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, további szép napot mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok!